messze egy kis orosz falucskában. Bárhová ment, mindenki annyira szerette, hogy csak Panovapónak szólították. Panovapó nem volt gazdag, egyetlen kis szobácskája volt, melynek ablaka az utcára nézett. Ebben a kis szobában lakott, és a műhelye is volt. És volt a műhelye is. De azért szegény sem volt, minden szerszáma megvolt a Schuster mesterséghez. Volt egy vas tűzhelye, aminél melegedhetett és ételt főzhetett. Volt egy karosszéke, ahol időnként elszúnyókált, egy ágya és gyertyai, hogy legyen mivel világítani esténként. Bizony. Eljött a karácsony este. Jaj, az én koromban már semmi sem egy könnyen. Emlékszem, amikor a gyerekek kicsik voltak karácsonykor. Körbe táncolták a fát, örültek a karácsonyfának, a sok ajándéknak. Nekem meg ezt most egyedül kell eltöltenem. Amióta felnőttek, mindenki a saját családjával ünnepel. Oda ment a polchoz, és levette a régi bibliáját. Odaült vele az asztalhoz, és elkezdte olvasni. A karácsonyi történetet olvasta, hogy Jézus nem melegházban, hanem egy istállóban született, mert nem volt számukra hely a vendégfogadóban. Azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Depójálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Nem volt hely számukra, hát ha ide jöttek volna, itt elalhattak volna az én ágyamon, betakartam volna az én kis takarómmal. Bárcsak, ne lennék egyedül. Bárcsak, lenne itt velem valaki. Amikor Jézus született, a júdeai Betlehemben Herodes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Herodes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálem. Ekkor Herodes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idején, hogy elküldte őket Betlehembe, és azt mondta. Menjetek el, szerezetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek. És akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották a kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki. Aranyat, tömjét és mirhát. Hát ha ide jönne Jézus, én nem is tudom, mit adnék neki. Nekem semmim sincs. Tudom. Ez a legszebb, amit valaha készítettem. Ez a kis cipő. Ezt adnám én Jézusnak.
Óvatosan visszatette a cipőket a dobozba, majd újra leült olvasni. Azonban hamarosan állambe szenderedett a könyv lapjai felett. Kint egyre nagyobb lett a köd és a hideg. Hirtelen egy hang szólította. Panovapó! Panovapó! Ki az? Ki van itt? Panovapó! Azt kívántad, hogy megláthass. Hogy betérjek műhelyedbe és megajándékozhass. Holnap reggeltől estig figyelj, és én eljövök. Légy nagyon figyelmes, hogy felismer, mert nem mondom meg, hogy ki vagyok. Ez Jézus. Igen, ez az ő hangja volt. Mindjárt karácsonykor eljön hozzám. De hogy ismerhetem meg? Nagyon kell figyeljek, hogy megismerjem őt. Panovapó le sem feküdt, hanem ott ült a székében az ablakkal szemben, és figyelte, mikor jön arra valaki. Lassan-lassan felkelt a nap, és sugarai megvilágították az utat. Senki sem járt az utcán. Benyújtom a tüzet. Főzök egy kis teát magamnak. Figyelem, az ablakot is figyelnem kell, meg az ajtót, valahol Jézus csak jön. Ó, nem jön senki. Ó, ott jön! Ott jön! Ó, ez nem is. Ez csak az utcaseprő. Ennek is pont ilyenkor kell söpörni az utcát, amikor Jézust várom. Jaj, de biztosan fázik, szegénynek még a kesztyűje is lukas. Hello! Jöjjön be! Jöjjön be megmelegedni, kap egy... Elfogad egy csésze teát? Foglaljon helyet. Hát tudja, Panovapó, az utcának még tisztább kell lenni már. Most, mint máskor, hát ilyen szép pillanatok nem lehet elrontani szemek a utcában. Finom a teát? Jól van. Én csak Jézus. Nem, én csak Jézust várom. Megígérte, hogy eljön hozzám. Akkor sok szerencsét. Viszlát. Még egyszer köszönöm. Ugyan már. Semmiség volt részemről. Jézus csak nem elfelejtette, hogy nem tartja be az ígéretét. Ó, szegény asszony a gyerekével. Jaj, biztosan fáznak. Asszonyom, messzire mennek? Jöjjön be, melegedjenek meg, foglaljanok helyet. Merre mennem? Sok lesz még az út? Még van 4 kilométer. Ugye láthatunk a malomát, de nincs pénzem a lakbérre. Most az unokatestőremhez tartunk. Hát, ha befogad. Jó, de aranyos gyerekkel van. Nagyon cuki vagy. Neked nincs cipőd. Nincs cipőd, vegyek neki. Egyedül levelem őt, és lassan már kajára sem tenni. Tudom. Ja, ide raktam. Igen, ettől van. Meg akartam szabadulni. Ezt adom ennyi. Gyere csak. Oda jön, milyen szép cipőt láttam neked. Pont neked jó. Nézd csak. Jó lesz, mondom. Nagy. Isten mindig tanít, hogy ne azt legyen magad, hogy meg akarok szabadulni, hanem ami a neki a legjobb. Aj,
egy gondolat motoszkál a fejemben, hogy ezt a cipőt adjam, de ezt én Jézusnak szántam. És ezt tényleg? Tudja mit? Ez a legszebb, amit valaha készítettem. Szerintem ez jó lesz neki. Gyere csak! Gyere csak! Kisgyámo! Mintha csak az én fiam lenne 40 évvel ezelőtt. Ő se tudok viselkedni. Tehát azok az idők elmúltak. A nevés fejem. Na nézd csak, hát tényleg jó lett ez a cipő. Ugyan már, hát ez semmiség. Akkor... Köszönjük szépen, hanemapok! És még egyszer, köszönjük! Nagyon szívesen is, jó utat, vigyázzanak magukra! Isten áldja magát! Na gyere, fújj le! Gyere, tessék! Segítsek! Ott a Szemközti utcában lakik egy asztalos, kín van a foltja előtt a cégére, ő biztosan fog segíteni. Menjen. Köszönöm szépen, sietek is. Siessen, siessen, ő is siet. Mindenki siet. Csak Jézus nem siet hozzám. Magyar, ebben a vállalkozásban én annyira megéheztem. Így melegített magának egy kis káposztalevest, és elkezdte enni. De a szeme állandóan az ajtón volt, és figyelte, vajon mikor jön a látogatója. És egyszer csak tényleg kopogtattak. Ez Jézus! Jó ember, szállj meg engem! Karácsony van, a szeretet ünnepe, nekem pedig ma még egy falat sem ment le a torkomon. Nézd meg, a ruhám is tiszta rongy, a cipőmön is befolyik a hó. Mit adhatnék neked? Semmim sincs igazából. Üres a kamrám, a szalonnámat is megettem, a fűszer sincs semmi. Ez a tálleves van. Ez az tudod mit? Én ma már ettem. Fogadd el. Csak a lábost hozd vissza. Nagyon köszönöm, hálásan köszönöm, köszönöm. Ahogy telt az idő, egyre sötétebb lett, és az emberek lassan elindultak a templomba. Panavapó azonban még mindig a vendégeit várta, aki váratott magára. Ezen a vidéken is szokás volt, hogy napnyugta után a fiatalok házra házra jártak, és énekkel köszöntötték az ott lakókat karácsony estéjén. Panavapó ablaka előtt is felcsendült a jól ismert karácsonyi dal. Schuster meghatottan hallgatta, és úgy érezte, angyalok dalolnak az utcán. Majd oda ment az ajtóhoz, hogy még egyszer szétnézzen. Nem jön-e Jézus? De az utcán már senki sem járt, csak a távolodó lányok éneke hallatszott egyre halkabban. Panavapó fáradtan ült le asztalához, és elővette a Bibliáját. Azonban annyira szomorú és csalódott volt, a szeme is annyira fáradt, hogy nem bírta kivetőzni a szavakat. Csak álom volt az egész. Olyan nagyon akartam tudni benne, hogy eljön Jézus. Annyira vártam. De úgy látszik, csak álmodtam.
Hirtelen úgy tűnt, mintha valaki lett volna a szobában. Panovapop könnyein keresztül sok embert látott. Ott volt az utcaseprő, az anya a gyerekével, a koldus, a bajba jutott idegen, mind akiknek segített. Ahogy elhaladtak mellette, mindegyikük oda köszön neki. Ki vagy? Mondd meg, ki vagy? Éheztem és elmiattál rá. Szomjaztam és illumattál rá. Jövővé voltam és befogadtál rá. Miközben ezeken az embereken segítettél, velem tetted ezt. Viszont. Panovapó elgondolkodva bólogatott, és könnycseppek gördöltek le az arcán, majd ragyogó arca hálával tekintett az ég felé.